Gyilkosság. Apa és fia az áldozata a hétfő délutáni orosi tragédiának. Szakmai tanévnyitó konferencián számoltak be a közoktatást érintő legfontosabb változásokról Nyíregyházán. Megújult a pulmonológiai osztály, közel 150 millió forintból korszerűsödött a József András Oktatókórház Sóstúji úti telephelyének épülete. Elfogták és kihallgatták az orosi kettős gyilkosság elkövetőjét. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A nyíregyházi lövöldöző saját golyós vadászpuskájával végzett 41 éves haragosával hétfő délután majd a sértett 65 éves édesapját is megölte. A rendőrök az elkövetőt hamar elfogták Nyíregyháza határában, a Kálói úton. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság emberölés büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást H. Miklós 42 éves nyíregyházi lakos ellen. Hétfő délután 3:30 körül több névtelen bejelentés is érkezett a rendőrséghez, hogy lövéseket hallottak Nyíregyháza kertvárosi részén Oroson. A Diák utcán történt kettős gyilkosság. H. Miklós szerelemféltésből ölte meg haragosát, egy 41 éves férfit, majd annak 65 éves édesapját. Információink szerint az első áldozat a lakása udvarán tartózkodott, őt a gyilkos első lövése nem találta el. Ezután megpróbált bejutni az áldozat a házba, a következő lövés azonban már megsebesítette. A lövések hallatára az édesapa a szemközti házból kiszaladt az utcára. Egy rövid szóváltás után próbált volna odaszaladni fiához, ekkor H. Miklós hátulról halálos sérülést okozva lelőtte őt is. A gyanúsított személygépkocsival megjelent haragos a lakóháza előtt, majd az engedélyt tartott vadászpuskájával az udvaron tartózkodó 41 éves férfira célzott lövéseket adott le, aki ennek következtében a helyszínen életét vesztette. A lövések hallatára a szemközti ingatlanból kiszaladt a sértett 65 éves édesapja is, akire a gyanúsított rövid szóváltást követően szintén rálőtt. H. Miklós vadászként engedéllyel vásárolhatta ezt a golyós vadászpuskát, ezzel okozta a halálos sérüléseket is. A rendőrök a helyszínre érkezve kikérdezték a szemtanúkat, akik elmondták, hogy ezzel az autóval menekült el az elkövető. Ez alapján rövid időn belül Nyíregyháza szélén a Kálói úton elkapták. H. Miklós személygépkocsijával lehúzódott az út szélére, ott érték utol a rendőrök. A rendőrök a bevezetett intézkedések eredményeként a feltételezett elkövetőt rövid időn belül Nyíregyháza külterületén elfogták, és a főkapitányságon gyanúsítottként kihallgatták. A férfi részletes, beismerő vallomást tett. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásnak indítványozására az illetékes ügyészségnél. Információink szerint a gyilkos több hónapja tudta, hogy felesége és első áldozata viszonyt folytatnak, ezért is volt a haragosa. A rendőrségi kihallgatáson azt mondta, nem azért ment áldozatához, hogy megölje, golyós vadászpuskája mégis töltve volt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság emberölés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást H. Miklós, 42 éves nyíregyházi lakos ellen. Elsősorban a közoktatást érintő legfontosabb jogszabályváltozásokról számoltak be a nyíregyházi szakmai tanévnyitó konferencián. Itt a területért felelős helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy már minden iskolában megérkeztek a tankönyvek, amelyekhez 2020-tól már az összes tanuló ingyen juthat hozzá, az elsőtől a 12. évfolyamig. Imár hagyománnyá vált, hogy minden megyében szakmai tanévnyitó konferenciával nyitják meg az új tanévet. Az idén 5. alkalommal megszervezett eseményre kedden a nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskolában került sor. A rendezvényt az iskola Napsugár kórusának műsora nyitotta. Az ezt követő szakmai program célja az volt, hogy ismertessék a közoktatás területén életbe lépő változásokat, melyek közül az egyik legfontosabb, hogy a magántanulói jogviszonyt szeptembertől egyéni munkarend váltja fel, a beiskolázás pedig jövőre már 6 éves kortól kötelező lehet. A konferencián a köznevelésért felelős helyettes államtitkár is részt vett, aki beszámolt arról is, hogy a napokban minden iskolában megérkeztek a tankönyvek. 13 millió tankönyvről beszélünk egyébként, ami az idei évben kiszállításra került, és mintegy 11 milliárd forintot költött a kormányzat
erre. A következő évben további változás lesz az, hogy már nem csak az elsőtől a 9. évfolyamig, hanem valamennyi évfolyamon ingyenesen biztosítjuk majd a teljes köznevelési rendszerben az összes tankönyvet, illetve bürokrácia csökkentést is végeztünk ezen a területen. Nem kell már az iskoláknak a számlázással, ezzel kapcsolatos ellenőrzésekkel egyáltalán foglalkozniuk, hanem pusztán rendelik a tankönyveket és megkapják, és a tárca közvetlenül számol el az egyetlen terjesztő, kiszállító és nyomdai munkálatokat elvégző kellóval. A terület irányítási struktúrájában egyébként szintén életbe lépnek változások szeptembertől. A köznevelés ugye az eddigi helyettes államtitkárságból önálló tárcává alakul az Emberi Erőforrások Minisztériumában. Ezt Maruzsa Zoltán vezeti majd államtitkárként, aki az átszervezés okairól is beszélt híradónak. Egyrészt, ahogy 2014 és 16 között is a felsőoktatás és a köznevelés önálló súlyt, nagyobb rangot kap azzal, hogy államtitkár vezet, irányíthatja ezeket a szakterületeket. Másrészt pedig ugye ezzel, hogy a felsőoktatás az ITM irányítása alá kerül, hogy minél erősebb lehessen az oktatás-kutatás közötti együttműködés, szinergia és ebből fakadó irányítási feladatok. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kormányzati belső struktúrált alakítás, ami egyébként a közöttünk lévő kiváló szakmai munkakapcsolatot egyáltalán nem fogja megnehezíteni, úgyhogy alapvetően egy belső racionalizációról beszélhetünk. A helyettes államtitkár szerint Nyíregyháza jó példája annak, hogy az önkormányzatok is segíteni tudják az oktatást. A megyeszékely polgármestere pedig azt hangsúlyozta, hogy céljuk, hogy minél jobb legyen helyben az oktatás színvonala. Ezt a köznevelési tanács létrehozása és az intézményfelújítások mellett különböző programok is szolgálják. Most is megy az a 6 éve megkezdett programunk, hogy 4500, az idén 4500 általános iskolás alsótagozatos diák, nyíregyházi diák kap ingyenes csomagot, tanszercsomagot, és hát ebben az évben is sikerült az önkormányzatnak 3 iskolát felújítania, az elmúlt évben 4-et. Az infrastruktúrális háttér az meghatározó az oktatásban is, de kiemelném azt, hogy a legfontosabb, hogy a nyíregyházi tehetséges gyerekek a legjobb oktatásban, a legmagasabb színvonalú oktatásban részesüljenek, ezért támogatja az önkormányzat az oktatást. A konferencián szó esett még azokról a szakmai folyamatokról is, amelyek a köznevelési ágazatot érintik. Így az esenés tanulók ellátásáról, a határtalanuló program kibővítéséről, amint egy 400 helyszínen zajló infrastruktúrális fejlesztésekről, illetve arról is, hogy újabb bérfejlesztésről tárgyalnak az ágazatban. A magyar köznevelésben tanuló 1.200.000 diák számára jövő hétfőn kezdődik el az új tanév. Közel 150 millió forintból újult meg a pulmonológiai osztály az Állami Egészségügyi Ellátóközpont támogatásának köszönhetően. A József András Oktatókórház Sóstói úti telephelyén évente több ezer beteget látnak el, így szükséges volt a felújítás. A burkolat és nyilázáró csere mellett az északi és a déli szárny vizes blokkjának födém szerkezetét is megerősítették, valamint megtörtént a nővérhívó rendszer teljes körű cseréje is. Egy 60 éves épületbe települt ki a József András Oktatókórház pulmonológiai osztálya a Sóstói úti telephelyre. Egy évvel ezelőtt életveszélyessé minősítették az épületet, amikor a vizes blokkban leszakadt a plafon. Akkor döntöttük el, hogy minden segítséget megpróbáljuk megadni a kórháznak, meg a betegeknek, hogy minél hamarabb ez a felújítás megvalósulhasson. Szerencsére nagyon gyorsan, azt kell mondjam, a mai időszámítás szerint egy év alatt teljesen a döntéstől a közbeszerzésig, a kivitelezésig ennek az egész osztálynak a felújítása megtörtént. Közel 200 millió volt az egész kórháznak a felújítása, ennek az osztálynak a felújítása. Ebből mi 140 millió forintot adtunk az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a többit a kórház saját forrásból tette hozzá. Nyilvánvalóan szeretnék többet adni, de hát rengeteg kórházunkon is azért el kell osztanunk azokat a lehetőséget, a pénzt, hogy mindenkinek oda jusson, mert azért mindenkinek van feljutató osztálya. De ez az osztály, azt kell mondjam, ahogy én láttam egy évvel ezelőtt, ez gyönyörű lett. Ennek köszönhetően a dolgozók is sokkal méltóbb körülmények között folytathatják a gyógyító tevékenységet. A beruházás nem csak komfortosabbá, hatékonyabbá is tette az itt folyó munkát. Egy úgynevezett Viszmajor keretből sikerült forrást nyernünk,
Ez az egész építkezés, illetve felújítás, ami lebonyolódott, itt nyilászáró cserék, burkolatcserék, új vizes blokkok kialakítása, azoknak a felújítása, statikai megerősítése, hisz itt erről is szó volt, egy nagyon komoly építészeti tervezési munka előzte mindezt meg, és ez közel 200 millió forintos összegben valósult meg, ebből durván 150-et az ÁK biztosított, ebből a Viszmajor, a másik 50-et pedig az intézmény saját erőből tettük hozzá. Többek között ilyeneket, hogy nővérhívó, tehát a betegbiztonságnak a hogy mondjam, elérése és a biztosítása céljából. A megye egyetlen tüdőgyógyászati osztálya a nyíregyházi, ezért évente több ezer embert látnak itt el a szakemberek. Most jelenleg 72 betegünk van, és 111 gyágyas a kórház. Az őszi, téli és tavaszi időszakban viszont gyakorlatilag 100%-os ágykihasználtsággal megyünk, tehát akkor tele van 111 ágy, szinte színültig van. Átlagosan 2-3 ezer beteget forgatunk meg egy hónapban. Viszonylag rövidek az ápolási napok, 6-7 napra jön ki egy aktív beteg ápolási napja. Terápiás szinten gyakorlatilag bárhol, megfelelünk bárhol, bármelyik, az ország bármelyik részén rendelkezésre álló terápiának. Mi is ugyanúgy tudjuk adni azokat a terápiákat, sőt immunterápiában a tüdődonatosok tekintetében az elsők között vagyunk. A felújítási munkálatok 4 ütemben valósultak meg. A tervek szerint pedig hamarosan a Józsa András Oktató Kórház újabb részlegei újulhatnak meg. Lesodródott az úttestről, fának csapódott, majd felborult egy gépkocsi hétfő este a 38-as főút 34-es kilométer szelvényénél Nyírtelek térségében. A járműben csak a vezető utazott, akit a nyíregyházi hivatásos tűzoltók emeltek ki a kocsiból. A mentési munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt. A gépjármű totál károsra tört, sofőrjét életveszélyes sérülésekkel mentőhelikopterrel szállították kórházba. Szombaton elkezdi szereplését a Szuperligában a Nyíregyházi Teke Klub együttese. A legmagasabb osztályba egy év szünet után visszatérő NTK játékosai Győrben lépnek dobóállásba. A nyíregyházi csapatban szerephez jut az új szerzemény, a Salgúzd csapatától érkező Strier Tamás is. A Szuperligából való kiesés után a lehető legkevesebb időt töltötték az NB1-ben a nyíregyházi tekézők, akik a bajnoki címet követően ismét a legmagasabb osztályban szerepelnek majd. Éppen ezért nyáron sem álltak le teljesen az edzésekkel a játékosok, augusztus elejé óta pedig már teljes intenzitású munka folyik a Városi Stadion Tekecsarnokában. Az elmúlt napokban felkészülési meccseket is játszottak fintáék, a Debrecent oda-vissza verte az NTK, és a szlovákiai Nagysárosról is győzelemmel tértek haza a nyíregyháziak. A legutóbbi bajnokságban számításba vett keretből senki sem távozott, viszont jelentős erősítésnek számít a Salgúzd csapatától érkező Strier Tamás. Cseszlő Sándor klubelnökünknek sikerült nyílbe ütni ezt az átigazolást. Sokadik kérdésünkre azt lehet mondani, hogy a Strier Tamás igent mondott, és nagy örömünkre csatlakozik a csapathoz, úgyhogy az utolsó pillanatban sikerült őt átigazolni. Vele együtt most már azt lehet mondani, hogy a csapatnak a bennmaradási kérdései megoldódni látszódnak, így mindenképpen a stabil középmezőnyhöz szeretnénk majd csatlakozni, és bízunk benne, hogy egy-két nagy csapatnak, a kiemelkedő nagy csapatnak a bajszát majd hazai pályán meg tudjuk húzgálni, és mindenképpen azt lehet mondani, hogy jövőre nézve egy jó csapatfelépítést tudunk majd a Nyíregyházi Teke klubnál végrehajtani. A nyíregyházi csapatnak az elmúlt években rendre nehéz volt a sorsolása a szezon elején, és ez ezúttal sincs másként. Mi a feljutó csapat voltunk ebbe a szezonban, annak számítunk, így azt lett nagyon rögtön az elején megkapjuk a nagy csapatokat, mint ahogy az első mérkőzésünket idegenbe kell vívnunk egy jó formában lévő Győrrel szemben, és akkor utána nem beszélve, hogy hazai pályán fogadjuk az Allegerszeg csapatát, a bajnok Szeged csapatát, majd utána következik egy répszalaki kirándulás, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az első 4 forduló papíron abszolút nem a mi esélyeinket favorizálja, de bízunk benne, hogy sikerül felpörögni, nagyon szeretnénk már akár Győrben egy kis meglepetést okozni, tehát semmiféleképpen a nagyok ellen sem feltett kézzel fogunk majd pályára lépni, hanem egyenőre élvezni szeretnénk a Szuperligát, és mindenképpen az azutáni fontos mérkőzésekre szeretnénk majd felhangolni a csapatot. A nyíregyháziaknál a következő szezonban játékos edzőként Mogyorósi Péter állítja majd össze a csapatot. A 12 csapat a Szuperligától 4 együttes búcsúzik a bajnokság végén.
Csütörtökön kezdődik és szombaton fejeződik be Nyíregyházán az ötvös kupa utánpótlás fiú kosárlabda torna. A rendező NKK ötvös U16-os csapata mellett öt hazai akadémiai együttes és két külföldi gárda lép pályára az ötvös és a Nyíregyházi Egyetem csarnokában. A 9. azon belül a 4. nemzetközi ötvös kupát rendezi meg a hét második felében a Nyíregyházi kosárlabda klub. Az elmúlt évhez hasonlóan a kadett, azaz az U16-os korosztály számára írták ki a felkészülési tornát, amelyre ezúttal is jelentős játékerőt képviselő csapatokat hívtak meg a szervezők. A mezőny erősségét mi sem fémjelzi jobban, hogy két külföldi csapat vesz rajta részt, és öt magyarországi akadémiai csapat és a Nyíregyházi KK 5-ös csapata a 8. rendező gárdaként, aki részt vesz a tornán. Szerintem az öt akadémiai csapat Nyíregyházáról a magyar fiúkosáblázás első 10 csapatát képviseli, és a külföldi csapatokról is elég annyit mondani, hogy a belgrádi csapat az közvetlenül a Partizán Belgrádnak, vagy a Cverna Zvezdának nevel utánpótlást. A legutóbbi játékosuk, akiről lehetett hallani, mint nagyon híres játékos, az a Bogdan Bogdanovics, aki most a Sacramento Kingsben játszik az NBA-ben. A Svitti csapat pedig tulajdonképpen a szlovák első liga harmadik helyezett csapatának a közvetlen utánpótlását jelenti. A hazaiak mellett Magyarországról a Budapesti Honvéd, a Szolnoki Sportcentrum, a Nyíregyházi Sportcentrum, a Debreceni Sportcentrum és a Kecskeméti Mercedes-Benz akadémiai csapatai érkeznek Nyíregyházára. A Ferenci Tamás által irányított NKK 5-össel szemben nem támasztanak túlzott elvárásokat a szervezők. Bízunk benne, hogy fel fog nőni az akadémiai csapatok szintére a mi csapatunk, és legalábbis megközelíti azt. Mindenképpen bizakodásra akadok ott, hogy a bajnoki szezon előtt a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségnek versenyirodája a csapatunkat a 32 legjobb csapat közé sorolta, és az országos főtáblán kezdünk. Aztán majd a selejtezők után kiderül, hogy ez ott is sikerül maradnunk. Az elvárás az, hogy a tornán ne legyünk utolsók. Tehát a mi kisiskolai csapatunkkal szemben most még azokat az elvárásokat nem támaszthatjuk, hogy ilyen rangos mezőnyben dobogón végezzen, de szeretnénk mindenképpen egy mérkőzést legalább megnyerni. A hazaiak csütörtökön 16 órai kezdettel a Szolnokkal játsszák első meccsüket a Vescsik csarnokában. A másik helyszín a Nyíregyházi Egyetem csarnoka, ami egy csoportmeccsek mellett szombaton a 11 órakor kezdődő bronzmérkőzésnek és a 13 órakor kezdődő döntőnek is otthont ad majd. A Fátum Nyíregyháza röplabda csapat és a Hübner Nyíregyháza BS kosárlabda csapat a tavalyihoz hasonlóan idén is kilátogat a Vidor Fesztiválra. Augusztus 29-én csütörtökön 3:46-kor a Kossuth téren először a röplabdás lányokkal, 6:45-kor pedig a nyíregyházi kosárlabdázókkal találkozhatnak a szurkolók, akik akár egy közös szelfit is készíthetnek kedvenc sportolóikkal. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Apát és fiát is megölte hétfő délután Oroson egy 42 éves nyíregyházi lakos. Az elkövetőt elfogták és kihallgatták a rendőrök. A nyíregyházi lövöldöző saját golyós vadász puskájával végzett 41 éves haragosával, majd a sértett 65 éves édesapját is megölte. A rendőrök az elkövetőt hamar elfogták Nyíregyháza határában a Kállói úton. A rendőrség emberölés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntető eljárást a férfi ellen. Elsősorban a közoktatást érintő legfontosabb jogszabályváltozásokról számoltak be a kedden Nyíregyházán tartott szakmai tanévnyitó konferencián. Itt a területért felelős helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy már minden iskolában megérkeztek a tankönyvek, összesen 13 millió példány, amelyekhez 2020-tól már az összes tanuló ingyen juthat hozzá, az elsőtől a 12. évfolyamig. Közel 150 millió forintból újult meg a pulmonológiai osztály az Állami Egészségügyi Ellátóközpont támogatásának köszönhetően. A József András Oktatókórház Sóstói úti telephelyén évente több ezer beteget látnak el, így szükséges volt a felújítás. A burkolat és nyilázáró csere mellett az észak és a déli szárny vizes blokkjának födém szerkezetét is megerősítették, valamint megtörtént a nővérhívó rendszer teljes körű cseréje is. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták augusztus 27-én, kedden. Friss hírekkel legközelebb szerdán várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra!
Kedden változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható, majd késő estétől kiderül az ég. Zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 20 fok között alakul. Szerda estig a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 fok körül alakul. Szerdán több órás napsütés mellett fátyol és gomoly felhős lesz az ég, zápor, zivatar néhol még kialakulhat. Zivatarok környékén átmenetileg megerősödhet a szél.